azt a feladatot kaptam, hogy Krisztus a megváltó címmel mondjak el néhány gondolatot röviden. Úgy gondolom, hogy ez a kifejezés, ez a kijelentés, hogy Krisztus a megváltó, szinte mindenki számára ismeretes, mindenki hallotta már ezt a kijelentést. Ugyanakkor azt hiszem, hogy nagyon sokak számára ez a mondat, ez a kijelentés egy kicsit ködös, nem világos tartalmat hordoz. Azt hiszem, hogy ennek talán fő oka a megváltás szónak a ködösségében rejlik. Éppen ezért szeretnék először erről pár gondolatot elmondani. Ha definíciószerűen, szótárszerűen szeretnénk keresni ennek a szónak az értelmét, akkor az valahogy így hangzik. A megváltás szó eredeti értelme szerint korábban birtokolt, majd eladott, elzálogosított, elveszített, elrabolt érték visszavásárlása. A megváltás szó tehát rokonértelmű a visszavált, visszavásárol szóval. Ha a mai életből szeretnék példát mondani, akkor jó példa, már az előbb is említett, elzálogosítás esete. Ma is ismert dolog, hogy valaki egy értékét, értéktárgyát zálogba adja, és ahhoz, hogy az újra teljesen a tulajdonába kerüljön, váltságdíjat kell fizetnie. Ki kell fizetnie, ki kell váltania, vagy alkalmazzuk a megváltást, meg kell váltania azt az értéket. De mondhatok egy másik példát is. A krimiken nevelkedett nemzedékünknek jól ismert példa az emberrablás. Ha valakit elrabolnak, akkor az emberrablók váltságdíjat követelnek érte. És ahhoz, hogy az értéket, jelen esetben a személyt visszakapjuk, ahhoz meg kell fizetnünk a váltságdíjat. Az ószövetségi iratokban ez a kiváltás szó, a kiváltás eseteiben mindig a kiváltás tárgyán túl a váltságdíj a fontos. A kiváltó személye általában nem fontos, nem lényeges. Nagyon fontos példája a kiváltásnak az ószövetségi iratokban, az ószövetségi vallásban gyökerező elsőszülöttek kiváltása. Amikor Isten az ő népével szövetséget kötött, szerződést kötött, akkor ennek egyik feltétele, tárgya volt az, hogy az elsőszülöttek az úréi, az állatoké, épp úgy, mint az emberek elsőszülöttei. Ezt pedig, hogy a tulajdonos birtokában maradjon, vagy a szülő birtokában maradjon, meg kellett váltani. Ki kellett váltani, amelynek megvoltak a törvény szerinti szabályai, a váltságdíj mértéke. A emberi elsőszülöttek kiváltását például az jelentette, hogy az ószövetségi törvények szerint az egyik nemzetsége Izraelnek, a léviták, lévi nemzetsége, az az úré volt, és ez jelentette az Izrael elsőszülötteinek a kiváltását. Megjelenik már a Ószövetségben a kiváltás fogalma a rabszolgákra és a hadifoglyakra vonatkoztatva is, sőt, megjelenik olyan összefüggésben is, hogy Isten, Jahve kiváltja az ő népét. Az új szövetségi iratokban, az új szövetség idejében ez a fogalom már egyértelműen úgy jelenik meg, mint a rabszolgákat, a hadifoglyokat, hadifoglyoknak a megváltása.
Ezeknek az ismeretében szeretném most megfogalmazni, megint először definíciószerűen azt, hogy a keresztény hitünk szerint mit jelent a megváltás fogalma. A megváltás a bűnbe esett emberiség kiragadása a halálból, és visszavitele az atyai házba, mennyei atyához, Jézus Krisztus kereszt áldozata árán. Az embert tehát a bűn hatalmából, a bűn rabságából, a sátán uralma alól kell kiváltani és visszavezetni a mennyei atyához. A kiváltó pedig, aki a kiváltást végzi, a megváltó, az Isten fia, Jézus Krisztus. És itt értünk vissza tehát a címben jelzett témához, Krisztus a megváltó. A keresztény megváltás fogalomban tehát az eddig említett példákkal ellentétben alapvetően fontossá válik a megváltó személye, aki Jézus Krisztus. Őt küldte az Atya, és Jézus ezt mindezt igazolja is az ő küldetéstudatával, tanításaival, betegek gyógyításával, halottak életrekeltésével, sőt, mi több azzal is, amin a korvallásos vezetői teljesen kiakadtak, bűnök megbocsátásával. Nincsen más megváltó, nincsen más út. Jézus Krisztus maga mondja, hogy senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ő végezte el az engesztelő áldozatot, vagy másképpen kifejezve, ő fizette ki a váltságdíjat a Golgotai kereszten. A váltságdíja az ő élete volt. A megváltói művet, amit Jézus Krisztus elvégezett, a mennyei atya igazolta. Igazolta azzal, hogy föltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette őt. Jézusnak olyan nevet adott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Végül nagyon fontos dolog még egy gondolat és egy kérdés, hogy hogyan lehet tiéd is a megváltás. Úgy tűnhetett talán abból, amit elmondtam, hogy nincs semmi teendő, hiszen Jézus megváltása az egész emberiségre vonatkozott. Ez nem így van. Jól lehet, természetesen az egész emberiségre vonatkozott, de gondoljunk csak bele, hogy milyen lehetett egy rabszolga megváltása, amikor kifizették érte a váltságdíjat, de a rabszolga azt mondhatta, hogy én nem tartok igényt a megváltásra, és ezért nem jött létre a megváltás. Ugyanerről van szó a keresztény megváltás esetében is, Jézus megváltása esetében is. Személyessé kell tenni a megváltást, és ez a személyessé tétel hit útján történik. Elfogadod, hogy Isten fia éretted is elvégezte az áldozatot, vagyis kifizette a váltságdíjat, bűneid bocsánatot nyernek, átmész a halálból az életre, és Jézusnak adhatod az életedet. Befejezésül még egy mondat, hogy hívunk téged is a megváltottak és a Jézushoz tartozók közösségébe, mert a megváltás a tiéd is, a megváltó téged is megváltott, fogadd el.